majd pedig a tértraumákat elemezve és ezeknek a természetét körüljártunk olyan kérdéseket, mint a Michel Foucault-tól származó heterotópia fogalma, amikor két különböző tértörténet van egy azon helyen, egy kvázi reális és egy utópikus, amikor ebben azonos folyosókon nem ismeri ki magát, mert az egyiken gondolja magát, miközben a másikon van. És ennek többféle példája, hogy mindez az építő művészetben micsoda gyúanyag, micsoda poétikai anyag, amikor két különböző tértörténet van egymásra montírozva, és ezek a tértraumák adják a dinamikáját az építészet ilyen keletkezésének, változásának, illetve az olvasatának is.